A szervizrovatot az Ivanis csoport székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatja. Az első időszakban érkező Z vagy ZS típus jelenleg is a legnépszerűbb, egy elég stabil konstrukciónak ígérkezik, mi is ezt az ígéretet kaptuk, mert az üzemeltetés oldalon még nincs annyi tapasztalás vele, amennyi alapján mi ezt teljes válszélességgel ki tudjuk jelenteni, de alapvetően tényleg egy megbízható konstrukciónak tűnik. Szívómotor, sokat nem kell tőle várni. Magának a motornak a szervizperiódusa egy év, vagy 24 ezer kilométer. Valószínűleg itt valamilyen kínai számítás alapján jön ki ez a furcsa periódus. Magával a szervizeléssel kapcsolatban még nem tudok sok mindenről beszámolni, mert az autók még nem érték el se az egy évet, se ezt a futás teljesítményt. Olyan tapasztalásaink vannak, hogy ezek az együttes motorok, amikor megérkeztek, akkor az első néhány ezer kilométeren még hidegüzemben tapasztalható volt alapjárat ingadozás, ami annak köszönhető egyébként, hogy az autó viszonylag hosszú utat tesz meg, Kínában egy másfajta üzemanyaggal, egy gyengébb oktánszámú üzemanyaggal üzemelték be ezeket a motorokat, ezeknek ki kell jönnie ebből a rendszerből, hozzá kell szokjon idézőjelben a motor, meg kell tanulja a 95-ös vagy akár a 100-as üzemanyagnak a paramétereit, és utána ezek elmúlnak, és gyakorlatilag a motor teszi a dolgát úgy, ahogy kell, és ezek a korai vagy első időszakban tapasztalható motoringadozások egyébként megszűntek. Nem volt ez általános, néhány autónál tapasztaltuk valóban. Az alkatrészek nagy része egy angliai központból érkezik, tekintettel arra, hogy az angolok a Brexit óta egy kicsit megnehezítették a saját dolgukat, és ezzel együtt a miénket is. Így az alkatrész ellátás a kezdeti időben nem volt teljesen akadálytalan. Hosszú időt vett igénybe, most már ez azért kezd változni. Nyilván a hazai készletek is elkezdenek kicsit rendeződni és helyreállni, tehát van minden, van, amire egy picit többet kell várni, van, amire egy picit kevesebbet. Alaptételek azok elérhetők, raktáron azok hamar megérkeznek. Ha esetleg karosszéria alkatrész vagy olyan speciálisabb alkatrész kell, ami általában nem egy autó mindennapi meghibásodás javításához szükséges, azokra előfordul, hogy várni kell egy-két hetet. A szervizrovatot az Ivanics csoport székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatta.